Hanvas Béla városi könyvtár Youtube csatornája, és velem van koppány, aki szabakkal focizik. Első fejezet szobafogság. Péntek óta zuhog az eső a virágutcában, koppány és Milán morcosan bámul ki az ablakon. Szerinted hétfőn vízibringával kell majd suliba mennünk? kérdi koppány. Nem bánnám, feleli a bátyja. Vízilabdázni viszont nincs kedvem. Utálok úszni. Koppány a foci pálya felé pillant. Tele van pocsolyákkal. Pedig mókás lenne, ha medencévé változna, gondolja vasárnap délutánban. Ilyenkor mindig focizni szoktak, ha esik, ha fúj. Nem fogok egész nap itt kuksolni, kiáltja Milán. Focizni akarok, gyere! Szó se lehet róla, hallják a hátuk mögül anyu hangját. Ez bizony szobafogságot jelent. Anyu addig nem engedi le őket, amíg így tombol a viharodaként. Épp elég baj, hogy a nővérkétek elkószált, mondja, és felsóhajt. Az ernyőjét persze itthon hagyta a kis szelebúrti. Megcsörren a csengő. Cuppogó lépteket lehet hallani a lépcső felől. Ömlegetett szamár, vigyorodik el Milán, mikor nyílik az ajtó. Emlegetett szamár, megjött a gerda már dalolja a koppány. Szia! Milyen az idő odakint? Vacak! Vacogja a nővére. Gerda rögtön átöltözik. Milán a fejét csóválja. Halára fogjuk itt unni magunkat. Hogy üssük el az időt? Van egy ötletem? Feleli koppány. Második fejezet. Váratlan vendég. Abban a percben újra szól a csengő. Most hosszabban. Ki az már megint? csattan fel anyu. Na, erre én is kíváncsi vagyok, mondja Milán. Halló? szól bele anyu a telefonba. Csókolom, hevesi hanga vagyok, koppányosztálytársa, mondja egy vékony hang. Anyu arca felderül. Na hát, micsoda meglepetés, gyere csak fel, mondja. Ki csöngetett? kérdezi Milán. Koppány legújabb barátja, mosolyog anyu, és kinyitja az ajtót. A lépcső tetején óriási piros, fehér pöttyös ernyő jelenik meg. Olyan, mint egy nagyra nőtt gomba, vagy egy fél pöttyös labda. Hanga mosolyog alatta. Hoppá, koppi lányt hozott a házhoz, kiáltja Milán. Erre még Gerda is kidugja a fejét a szobájából. Koppány viszont nem jön zavarba a váratlan vendégtől. A legjobbkor érkeztél, mondja. Ketten laposra verjük a tesóimat. Miben? kérdezi egyszerre Hanga, Gerda és Milán. Szófociban, feleli koppány. Az meg mi a szösz? Csodálkozik hanga. Rögtön elmondom. Harmadik fejezet. Játékszabályok. A nagy szobába tolják az ebédlőasztalt, és körbeülik. Koppány pedig magyarázni kezdi a szófoci szabályait. Milán az előbb egy szamarat emlegetett. Akkor jutott eszembe ez a játék, mondja. A csable kereszteztem benne a rímfaragással. Jó, mi? Gerda egy nagy bögre kakaót szürcsölve elismerően bólint. Na, egész jól hangzik, válaszolja. Dalírásban verhetetlen vagyok. Én meg csable csacsiban. Semmi esélyetek, kiáltja harciasan Milán. Majd elválik, vág vissza hanga. Mik a szabályok? Koppány elkéri a cicájuktól a rongylabdát, és az asztal közepére gurítja. Az első csapat ezzel indul el az asztal vége felé, mondja. Az egyik játékos kitalál egy focis verssort. A társa vagy ő arra rímelő sort mond. Ha ez háromszor sikerül nekik, gólt szereznek. De hol itt a csablecsacsi? kérdi Milán. A védekező csapat lecsaphat a labdára, ha ők előbb mondanak jó rímet, támadásba lendülhetnek. Anyu négy tányér pogácsát tesz le az asztal sarkaira, és így szól. Zászlók helyett ezek jelzik a szögleteket. És ki lesz a bíró? kérdezi hanga. Én, feleli anyu. Kezdődjön a játék! Negyedik fejezet. A nagy szófocizás. Hanga meg is ragadja a labdát, és így szól a rongylasztit elpöckölöm, koppány rögtön rávágja, mert focizni így is öröm. Szép kezdés, bólint a bíró. Az elsősök csapata már is folytatja. Elértem a tizenhatost, mondja koppány, mire Milán dühösen lecsap a labdára. De nem jut eszébe egy árva szó sem. Na, nyögj már ki valamit! sziszegi a fülébe Gerta. Te vagy a híres dalszerző, mondja Milán. Én a lecsapáshoz értek. Ne húzd az időt, kiáltja a koppány. Anyu szigorúan Milán nékra néz. Szóval, elértem a tizenhatost. Szép a táskám, hiszen csatos, hadarja Gerda. Hanga és koppány felpattam az asztaltól. Nem ér, ennek semmi köze a mi sorunkhoz kiabálják. Így igaz, mondja anyu. Szabálytalanság történt, kivégzi el a szabadrugást. Majd én, mondja hanga. Elértem a tizenhatost, rimmel lövök kapura most. Bravo, ordítja koppány. Megragadja a labdát, és így folytatja. Tudod, itt is a gól a cél, Persze, tudom, feleli hanga. Akkor mondj egy jó rímet, sugja koppány. Ha sajnálom, nem jut eszembe semmi. Tárja szét a kezét hanga. Milán már csapásra emeli a kezét, de Gerda visszarántja. Csak akkor csapkodj, ha tudsz is valamit, mondja. Erre Milán szó nélkül befal egy pogácsát. Koppánynak felcsillan a szeme. – Megvan! – mindenki feszülten figyeli az újabb cselt. Tudod, itt is a gól a cél, a fű, hogy cselesen beszélj. Anyu kettőt füttyent, majd megsimogatja koppi kobakját. – Gól! – kiáltja hanga, és koppán nyakába borul. Gerda elhúzza a száját. Na, elég a gólöremből, folytassuk, mondja. Gőzön a jobb, teszi hozzá Milán. Késő délutánig tart a nagy meccs. Sportszerű, szoros a küzdelem. És hogy kinyeri a szófocit? Természetesen koppányék. Punktum!